Branislav Stojanov szárcsernyém mintegy 400 sertés nevel. Elmondása szerint a támogatás növelése az állattenyésztésben sokat fog jelenteni a gazdáknak. A piaccal nincs gondunk. Amit felnevelünk, el is adjuk. Jó minőségű az áru, van szerződésünk is a felvásárlásról, és már évek óta egy kereskedővel dolgozunk, így mi biztonságban vagyunk. Magyar Csernyén több mint 1000 bejegyzett gazdaság van, mintegy 20%-uk állattenyésztéssel foglalkozik. A gazdák ilyen alkalmakkor első kézből értesülhetnek az újdonságokról, a támogatásokról, az árakról, a pályázási lehetőségekről, és kérdéseiket is feltehetik az illetékeseknek. Jelena Tanaszkovics mezőgazdasági miniszter emlékeztette a gazdákat, hogy ma kezdődött meg a regisztráció az e-agrárrendszerbe. Jó lenne, ha a gazdák minél előbb jelentkeznének, mert így lesz idejük változásokat is eszközölni, amennyiben erre szükség mutatkozik. Eddig mindegy 12.400 gazdaságot jegyeztünk be. A regisztráció csupán 15 percet vesz igénybe, ehhez minden utasítás elérhető a honlapunkon. Vladimir Gálic tartomány mezőgazdasági titkár arra hívta fel a gazdák figyelmét, hogy az elmúlt 12 napban 12 pályázatot írt ki a titkárság.